Tengernyi kaland. Ez annak az online játéknak a neve, melynek díjátadó ünnepségére a Városmajori Gimnáziumban került sor. Erre az eseményre Pokorni Zoltán is eljött, aki, mint gyakorló apuka, a saját tapasztalatait is elmesélve nyitotta meg az ünnepséget. Számítógépek vannak a családban, és próbáljuk ezt kordában tartani valahogyan, hogy csak hétvégén lehet filmet nézni. Vekkerrel mérik az időt, hogy kinek mennyi ideje van, túllépi, nem lépi túl, az egyik beárulja a másikat. Tehát ez egy folyamatos küzdelem. És próbáljuk őket kizavarni az udvarra, hogy focizzanak, legyenek sárosak, valahogyan a tényleges valósággal találkozzanak és ismerkedjenek. Manapság ilyen áldatlan vita folyik az oktatásban, hogy hát mennyire kell visszanyúlni a régi hagyományokhoz, mennyire szabad használni az új és modern korszerű eszközöket, vajon a digitális tábla az ördögtől való-e, és csak a palotábla az igaz magyar találmány. Természetesen, mint a legtöbb ilyen vita, végülis azzal oldódik majd meg, hogy mind a kettőre szükség van. A verseny kitalálóinak, az egyszervolt.hu megalkotóinak gratulálok. Úgy tűnik, hogy eltaláltak valamit, vagy gondos mérlegeléssel, vagy a szerencse jutalmaként, de az a sok száz iskola, meg sok ezer diák, aki részt vett ebben, az azt jelzi, hogy jó pontot tapintottak meg. Gratulálok a kitalálóknak, a nyerteseknek pedig kiváltképpen. Örülök, hogy el tudtatok jönni. Köszönöm a figyelmüket. Az oktató jellegű alternatív valóságjátékban találkozik a tudomány és a mitológia, a lexikális tudás és a tájékozódás. Az alkotók célja a játékkal való tanítás volt. 24-25 különféle feladattal találkozhattak a fiatalok, a gyerekek. És hát nem csak fiatalok, mert ezen nem csak fiatalok vettek részt, hanem, mint azt majd itt látjuk is, a díjazottak között jócskán voltak olyanok, akik a szülői generációból is bekapcsoltak ebbe a játékba, és végigvitték ezt a játékot. A játék az igazából azt bizonyította számunkra, hogy érdemes egyfajta intellektuális kihívást nyújtani a fiataloknak. Bizonyította azt, hogy nem csak azokra a játékokra van igény, amelyek egyébként könnyed, felhőtlen kikapcsolódást biztosítanak a fiataloknak, hanem azokra a játékokra is, amelyeknek utána kell járni, ahol tanulni kell. A gyerekek valóban tanultak a játékból, amit mi sem bizonyít jobban, mint a mindössze 10 éves versenyző, aki fiatal kora ellenére győzte le az idősebb korosztály többek között saját édesapját. Az apukám találta, mert hogy ott szoktunk játszani néha, és akkor... És ön hogy gondolta, hogy fog ez menni a gyerekeknek? Teljesen egyedül csináltak ezt végig, vagy az egy kis segítséggel? Mármint ő egyedül csinálta természetesen, tehát ellenfelek is voltunk. Tehát de tényleg úgy volt, hogy a eszervol.hu-n játszottunk, vagy játszottak a gyerekek, mert már több éve azon játszanak, mert tényleg remek játékok vannak ott. És azt hiszem ott volt egy link a tengernyi kalandra, és azt hiszem én találtam ezt meg, és megkérdeztem, hogy szeretnének-e vele játszani. Hát persze, hát nyilván, hogy szeretnének, és akkor tulajdonképpen így indult ez az egész. Tehát úgy volt, hogy ő játszott, meg Peti játszott, de hát Petinek még ez egy picit azért, mert még csak most elsős, és még csak most tanul olvasni, tehát neki egy picit azért még ez keményebb volt, és tulajdonképpen én átvettem az ő helyét. Mert nekem is nagyon tetszett, tehát gyereknek éreztettem én is magam egy picit. Nektek mi tetszett a legjobban, melyik része a játéknak? Nekem az a zongorás a címe, a zene az kell. És neked? Nekem is ugyanaz. És melyik volt a legnehezebb? Talán az utolsó, igaz, hogy szinte mindenre én jöttem rá. És neked melyik volt a nehéz? Nekem meg inkább a világjáró. És önnek, mint felnőttek? Nekem mindig nehéz volt. Nem. Tehát nagyon érdekes feladatok voltak, és nagyon jók, de megmondom, hogy nekem is az utolsó feladat volt az, ami picit nehezebb volt. Tehát ott olyan kvíz kérdések voltak, amiben nem lehetett téveszteni. És hát tulajdonképpen azon dőlt el a végső sorrend. Tehát ott az kemény volt. Én is ennek a híve vagyok, ez a játszva tanulás. Tehát, és ez tényleg ez a játék, ezt nyújtotta tulajdonképpen.
Tehát, hogy nagyon sok mindent tanultak cápákról, meg földrajzi helyekről. A tengernyi kaland a Microsoft Magyarország, a Nemzeti Tankönyvkiadó, az egyszervolt.hu, valamint az Octopus Egyesület közös játéka volt.